Nekem tényleg egy nagyon kivételes nap ez a mai, mert hogy nem jártam még itt, és egy nagyon kivételesen szép alapigét szeretnék olvasni, amit valószínűleg mindenki ismer, de egy valóban nagyon szép, az Ézsaiás könyvéből a 43. résznek az első vers, az első négy versét olvasom. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged, mert én az Úr vagyok, a te Istened, Izrael szentje, a te szabadító. A mai napon említette a Szilasi testvér, hogy a Magyar Uniónak az osztályánál dolgozom, és a Reménység médiánál biztosan ismeritek, úgyhogy a mai napon az ige hirdetésben is egyszer-egyszer azért a médiáról is fogok említést tenni. Például rögtön a legelején, nem olyan régen még Salgótarjánban laktunk, most már Budapesten lakunk, és akkor a Salgótarjáni gyülekezeti bizottságnak a tagja voltam. És nem tudom, hogy nálatok ez probléma a gyülekezetben, de nálunk elég nagy probléma volt az, hogy sokan voltak a gyülekezet tagságában, akik már nem nagyon jártak a gyülekezetbe. És akkor mindig valami új dolgot szerettünk volna kipróbálni, hogy mivel tudjuk ösztönözni a testvéreket, hogy járjanak megint gyülekezetbe. És az egyik ilyen gondolat az volt, hogy minden héten egy-egy gyülekezeti bizottsági tag ír egy levelet, és azt elküldjük azoknak a testvéreknek, akik már nem nagyon járnak. És akkor, amikor úgy gondolkoztam rajta, hogy van, hogy miről írhatnék, akkor találtam egy nagyon-nagyon érdekes kis történetet az interneten. Mégpedig egy nagyon kedves idős bácsiról szól, aki egy amerikai veterán volt, egy háborús veterán Amerikában élt, és nagyon beteg lett, és úgy döntött, hogy visszaköltözik arra a szigetre, ahonnan származik, Ikáriára. Ugye az internetet most már annyi mindenki olvassa, hogy lehet, hogy nem is tudok nektek új történeteket mondani, mert lehet, hogy ti is olvastátok már ezt a történetet. Ez egy nagyon megható és nagyon szép dolog volt. Ez a bácsi visszaköltözött Ikáriára, ez egy görög sziget, és ilyenkor olyan jó arra gondolni, amikor már egyébként is ilyen jó meleg van, és az ember készül egy kicsit a nyaralásra. És hát az az érdekesség ennek a szigetnek, hogy igazából Görögországhoz tartozik, de teljesen a török partok mellett van. És azt írják róla, hogy egy ilyen kicsit olyan elszigetelt sziget, ahol egy kicsit olyan megállt az élet, igazából a kereskedő hajók is elkerülték, és hogy az emberek egy kicsit úgy lelassulva élnek tovább, így érdekes módon kimutatták azt, hogy ezen a szigeten sokkal tovább és sokkal boldogabban, egészségesebben élnek az emberek, még időskorban is nagyon sokszor a demencia, amiről beszéltünk a szombatiskolán, is elkerüli őket. És érdekes volt ez a cikk, amikor még említették, ugyanott megemlítették az adventistákat is. Biztos ismeritek ugye azt, amikor a National Geographic-ba körülbelül egy 10 évvel ezelőtt írtak egy cikket, hogy az adventisták ugye 10 évvel tovább élnek, azért, mert ők is milyen egészséges életet élnek. Amihez természetesen egyáltalán nem csak az étkezés tartozik, hanem egy csomó minden más is. És most egy kicsit azzal kapcsolatosan írtam a testvéreknek, hogy milyen fontosnak tartják a szigeten azt, hogy az emberek személyes kapcsolatban legyenek egymással. És most olvasnék egy igét még János apostoltól, aki a 3. levélben a 13. és a 15. versben ezt írja. Sok írnivalom volna még számodra, de nem akarok tintával és tollal írni neked. Remélem azonban, hogy hamarosan meglátlak és személyesen fogunk beszélni. Békesség néked, köszöntenek téged a te barátaid. Most, amikor a technikáról beszélünk, nyilvánvalóan János apostol idejében a technika nem a tévét, meg nem a rádiót jelentette, hanem az írást. És nagyon sokszor az, hogy ő tudott írni a tagoknak, tudta tartani a kapcsolatot, az egy rendkívül fontos dolog volt, de még ő is azt írja itt ebben a levelében, hogy sok írnivalom volna, de nem akarok tollal meg írásban írni nektek, hanem azt várom, hogy személyesen tudjuk majd találkozni.
Tehát nagyon sok dolog, amikor a médiáról sokszor beszélgetünk, akkor nagyon sok jó dolgot tud tenni, az embereket elérni, de a személyes kapcsolatot, a személyes találkozást az soha semmi nem tudja pótolni. Ez az úriember, akiről említést tettem az elején, egy Moratis nevű úriember, tüdőrákkal diagnosztizálták, és az orvosok csak 6 hónapot jósoltak, és amikor hazaköltözött ez erre a szigetre, akkor kiderült, hogy nagyon jó döntést hozott, mert kigyógyult a betegségéből, kigyógyult a rákból. És majd talán délután, amikor vetítünk, lehet, hogy megvan a gépemen ennek a bácsinak az arca, egy annyira aranyos és annyira kedves arc, egy idős bácsi, akinek igazából az a derű és az a boldogság, az a megelégedettség sugárzik az arcáról. És olyan jó ezeket a képeket nézni, ma, amikor lehet, hogy itt nálatok egy kicsit úgy vidéken nem annyira felgyorsult még az élet, de amikor az ember azt látja, hogy olyan nem, igen, itt is ugyanolyan persze, amikor már azt érezzük, hogy annyira nem normális ez a világ, legalábbis én nagyon sokszor ezt érzem, és hogy sokszor az ember azt érzi, hogy már nem is tudjuk, hogy miért hajtunk annyira, nem is tudjuk, hogy mi az, amit még el akarunk érni, csak valahogy annyira jól esne az embernek egy olyan megnyugvás, vagy egy olyan békesség, amit megtalálhatna. Talán az idősebbek sokszor gondolják azt már, én is sokszor ide tartozom, amikor azt mondom, hogy de jó lenne egy kicsit visszamenni az időbe. Ugye nekem is van 2 fiatal fiam, akik már itt technikai dolgokban is iszonyatosan előre haladottak, és engem állandóan elmaradottnak neveznek, mert már sokszor rosszul vagyok attól a nagy technikai fejlődésből, és most ezt tudom, hogy nagyon viccesen hangzik, hogy itt a médiáról beszélek, és közben az emberben megvan ez a kettősség, hogy mi az, ami normális mégis, mi az, ami már nem. És sokszor érezzük azt, hogy ez ellen a harc annyira kilátástalan, és hogy az ember nem is tudja, hogy tudnánk még ez ellen harcolni. És való igaz, hogy majd, hogyha később beszélek róla, a médiának rengeteg pozitív hatása van, és nagyon sok embert el lehet érni, de ugyanakkor én is egy anya vagyok, aki úgy próbálom a családomat irányítani, és nagyon-nagyon nehéz az egyensúlyt tartani, mert nagyon jó lenne az, hogy még mondjuk megegyünk egy ebédet normálisan otthon, vagy beszélgessünk, anélkül, hogy valakinek csipog a telefonja, vagy valami gyorsan üzenetet kell írni valakinek, miközben beszélgetünk, és most érdekes, ettől teljesen függetlenül, de pontosan a nagyobbik fiam, aki velem jött egy darabig, pontosan erről beszélgetünk, hogy higgy el, hogy az nagyon nehéz, amikor én beszélgetek vele, és ő közben valaki másnak is üzenetet ír, akkor az azt jelenti az én olvasatomban, hogy igazából nem nagyon figyel arra, amit én mondok neki. Lehet, hogy vissza tudja mondani, de nem. Viszont, hogyha visszatérünk erre a szigetre, akkor azt írják erről a szigetről, egy orvos írja róla, hogy az emberek itt késő estig maradnak fenn, későn kelnek, napközben is pihennek, senki nem hord órát, egyetlen sem óra sem működik normálisan, és amikor valakit meghívnak ebédre, az jöhet délelőtt 10 órára, de jöhet este 6-ra is. A gazdagság és a pénz nem érdekli őket, ha marad pénzük, akkor a szegényeknek adják. Ikária nem az a sziget, ahol az én szót használják az emberek, csak a mi szót, és a stressz messze elkerüli őket. Este együtt vannak a barátaikkal, vasárnap pedig templomba mennek. Ezt vajon, bocsánat, most itt egy kicsit, nem, igen, nagyon rossz a szemem mostanában már, igen. Ezt mondtam, hogy az adventistákat is ugyanezen a helyen említették, és igen, hogy ez a kérdés, hogy vajon most, amikor újra beszélhetnénk róla, hogy ez a sziget, ez mennyire egy különleges, és mennyire egy olyan hely, ahova igazából vágynak az emberek, és szeretnének elmenni, és amikor az adventistákat említik, akkor az a kérdés számunkra, hogy vajon mi tudunk-e egy ugyanilyen sziget lenni. Az, hogyha nekünk is tetszik ez a stresszmentes és lelassult élet, de sajnos azt nem tehetjük meg, hogy elköltözünk ide, nem is hiszem, hogy nagyon szeretnénk, mert mindenki szeret ott élni, ahová született. Nem is hiszem, hogy a Jóisten ezt várná el tőlünk. Azt viszont elvárja, hogy ez a gyülekezet itt egy olyan sziget legyen, ahová az emberek vágynak oda menni. Ahol azt mondják, hogy olyan dolgokat találnak meg,
olyan emberekkel találkoznak, és olyan helyzeteket ismernek meg, akikkel olyan jó érzés együtt lenni. Olyan jó volt hallani a szombatiskolán, amikor szóba kerültek ezek a dolgok, hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy az emberek, akik körülöttünk élnek, azok arról ismerjenek meg bennünket, hogy nem eszünk disznóhús, mi szombatot tartunk, és ezeket a tipikus dolgokat sorolhatnánk, hanem hogy arról ismernek meg bennünket, hogy valami hiányzik az életükből, valami annyira jó lesne egy olyan közösségbe élni, és akkor azt tapasztalnák meg, hogy ha ide eljönnek, akkor itt ez ugyanaz a sziget. Nagyon érdekes, amikor a technikáról beszélünk, tényleg nagyon ellene vagyok nagyon sokszor, ezt megmondom őszintén, de ugyanakkor azt is meg kell mondani, hogy például ezt a cikket is a technikár vagy az interneten találtam. Tehát kár lenne akkor, hogyha azt tennénk, hogyha valamiben találunk valami negatív dolgot, akkor azt úgy kidobjuk az ablakon, mert nyilván meg lehet találni a pozitív dolgot is benne, csak az a fontos, hogy tudjunk mérlegelni, és úgy tudjuk használni az új dolgokat, akár a technikai dolgokat is, hogy közben azokat az értékeket, amit mi fontosnak tartunk, azokat ne veszítsük el. Az a kérdés, hogy úszunk-e együtt az árral, a technikai dolgokkal, vagy azokkal a dolgokkal, hogy mindig hajtunk valamit, mindig rohanunk valahová, vagy pedig megkeressük azokat az egyensúlyokat, amit a Jóisten is elvár tőlünk, ugyanúgy ebben a gyülekezetben. Azt mondja ez a bácsi, hogy 25 évvel ezelőtt elmentem Amerikába, hogy megkérdezzem az orvosokat, hogy történt ez a csodás gyógyulás, és mi történt. De az orvosaim nem tudtak rá választ adni, mert már régen meghaltak. És milyen jó, hogy arról beszéltünk, hogy a szombatiskolában is, hogy az emberek a környezetünkben ne azt lássák rólunk, hogy mi milyen csodabogarak vagyunk, mert hogy mi minden teljesen más az életünk, mint a környezetünkben. Hanem azt lássák, hogy olyan emberek vagyunk, akikkel olyan nagyon jó együtt lenni, ahol megtalálják a békét, megtalálják azt a nyugalmat, megtalálják azt a megértést, amit máshol nem találnak meg, hogy egy ilyen sziget lehessünk. Nem tudom, hogy ti a gyülekezeti életetekben, vagy a saját életetekben, hogy vagytok a döntéseitekkel. Mert én a saját életemben nagyon-nagyon sokszor vagyok, én nagyon bizonytalan tudok lenni egyébként, és sokszor vagyok úgy, hogy valamit eltervezek és eldöntök, és akkor mindig utána jön bennem az a kérdés, hogy vajon jól döntöttem? Hogy ez az, amit az Isten elvár tőlem? Akkor, amikor terveket készítetek nyilván arról, hogy a gyülekezet növekedjen, hogy elérjétek ezeket az embereket, akkor nincs bennünk sokszor az a kérdés, hogy vajon ez az az út, amit az Isten kijelölt számunkra, vagy valami mást kellene tenni. És ugyanúgy ez a saját életünkben is. Ugyanígy van, és ugyanígy van a munkámban is, nagyon sokszor gondolkodom rajta a Reménység médiánál is, hogy Istennek vajon ez az útja, amit az egyháznál készítünk, és hogy nektek is a gyülekezetben és a saját életetekben ez az az út, amit az Isten szeretne. Én mindig úgy vagyok vele, hogyha olyan biztosan tudnám, hogy ez az, amiben Isten támogat, akkor még hogyha bizonytalan vagyok is, vagy hogyha nehézségek vannak is, akkor azt mondom, hogy olyan szívesen elindulok akkor is, mert tudom, hogy az Isten útja ez, és hogy mellettem van. De sajnos időnként a saját döntéseinkben, a saját új dolgainkban inkább belemagyarázzuk, és nagyon sokszor előfordul, hogy inkább belemagyarázzuk az Isten útját, és nem igazán az ő terve vagy elgondolása szerint haladunk, hanem inkább a saját magunk elképzelésébe belemagyarázzuk azt, hogy valószínűleg Istennek is ez az akarata. Jó pár évvel ezelőtt Amerikában, ez egy igaz történet, és lehet, hogy többen majd ráismertek arra, volt egy fiatal ember, egy fiatal fiú, 13 éves volt, akinek volt egy óriási nagy álma, az, hogy eljusson az űrbe. És mindent megtett érte, hogy ez az álom teljesüljön neki. Nagyon-nagyon elkezdte a fizikát tanulni, és tényleg nagyon jó tanuló volt, de hát teltek az évek, még mindig álmodozott róla, de aztán egy idő után nézte a tévében mindig, amikor egy újabb űrhajót kilőttek, és akkor még mindig megvolt benne az, hogy mennyire szeretne ő is ott lenni ezek között az új űrutazók között, hogy ez volt életének az egyik legnagyobb álma. Telt múlt az idő, de már
józan ésszel belátta, hogy valószínűleg, hogy nem fog ez az álma teljesedni, de fizika tanár lett, mert nagyon szerette a fizikát, és ezért úgy döntött, hogy annyira megszeretteti a diákjaival a fizikát, hogy talán majd, hogyha ő neki ez az álma nem teljesül, de talán majd a diákjai közül lesz valaki, akit erre tud ösztönözni, és ehhez tud hozzásegíteni, hogy ő is eljuthasson az űrbe. Teljesen múltak az évek, és egyszer csak egy nagyon érdekes dolog történt, megtörtént a lehetetlen. 1985-ben a Fehér Házból Reagan elnök kiadott egy utasítást, hogy a következő űrrepülőgépen egy teljesen egyszerű földi halandót is vigyenek magukkal, és mégpedig azt is kikötötte, ez írtó érdekes volt, hogy ez a sima földi halandó, ez egy tanárember legyen. Na, ekkor már megint az álom előkerült, természetesen ennek a fiatalembernek, azt mondja, egyszerűen nem akarta elhinni, hogy ilyen létezik, és természetesen pályázatot kellett beadni, ő is beadta a pályázatot, de hát nem ő volt az egyetlen Amerikában, akinek ez volt az álma, több tízezren, vagy azt hiszem körülbelül tízezren adták be, így a számok nem is annyira lényegesek, de a mi tanárunk, ő mégis azt gondolta, egyébként egy hívő ember volt, és azt gondolta, hogy lehet, hogy a Jóisten most adta meg neki az életében ezt a pillanatot, amikor ez az óriási nagy álma teljesült. Igen, több mint 11 ezer jelentkező volt, és ahogy szokott ilyenkor lenni, minden nap rohant a postaládába, és várta a választ, és egyszer csak egyik nap, amikor kiment a postaládába, akkor megtalálta a NASA-tól a feladó, a NASA volt, kinyitotta, és megkapta, ő is benne volt azokba a kiválasztottakba, ami még szintén több ezer ember volt, akik részt vehettek a NASA-ban az első rostán. Aztán el is ment, mindenféle vizsgálatok következtek, teszteket kellett tölteni, ez a fiatalember úgy töltötte ezeket a teszteket, mintha az élete függne tőle, annyira szerette volna elérni ezt az álmot. Hazament, és megint várakozott, és nagyon-nagyon erősen imádkozott, és biztos volt benne, hogy senki nem imádkozott olyan erősen azért, hogy ott lehessen, és hogy elérje ezt a célját, amit ő szeretett volna, mint ő. Egy újabb rosta következett, most már az utolsó pár emberbe is benne volt, tehát akkor jöttek már ezek a fizikai képzések, ilyen centrifugális, meg mindenféle, ezt a férfiak biztos sokkal jobban tudják, mint én. Tehát az utolsó rostán is átesett, hazament és várt. És egyszer egyik nap, amikor kiment a postaládába, megint megkapta az utolsó levelet a NASA-tól, kinyitotta, nem őt választották a végén erre a programra. Valaki mást választottak helyette. Hát el tudjátok képzelni, hogy milyen ez egy kisvárosban, mondjuk egy ilyen kisvárosban, mint itt ez az Újfehértó, hogy olyankor a végén már az egész város azon izgult, meg a diákok azon izgultak, meg a szülők, meg mindenki, és hogy hát első sorban neki is óriási csalódás volt, de még az a szégyen is, hogy most mit szólnak a többiek hozzá, hogy ő mégiscsak csődöt mondott, mint hogyha ez a saját sikertelensége lett volna. És az édesapjához fordult, és az édesapja pedig azt válaszolta neki, hogy ne aggódjál, fiam, semmi nem történik ok nélkül, minden okkal történik. Persze, ahogy a fiatalok lenni szoktak, írtó pipa lett az apjára, hát nem ezt a választ várta tőle, hanem hogy inkább szégyenében segítse őt, de azért 1986-ban, mondtam, hogy ez egy igaz történet, január 28-án elérkezett az a nap, amikor ő is a városból néhány emberrel, meg a diákjaival, a szüleivel elment ebbe az űrközpontba, hogy a személyesen, saját szemükkel nézzék meg ezt a űrhajónak a kilövését. És igen, biztos, hogy van, aki már bólogat rá, de fellőtték az űrhajót, és 46 másodperc múlva választ kapott a fiatalember a kérdésére, mert a Challenger űrhajó volt ez, ami felrobbant, és minden utasa, aki ezen az űrhajón tartózkodott, ő meghalt. Természetesen eszébe jutottak az édesapjának szavai, hogy semmi nem történik ok nélkül, mert neki a Jóisten valami más utat szánt, az életében valami más terv volt. És milyen sokszor van ez a mi életünkben is, amikor annyira szeretnénk valamit elérni, annyira szeretnénk, és még meg is magyarázzuk, és biztosak vagyunk benne, hogy ez az a út, amit a Jóisten szeretne elérni. Hogy amikor a gyülekezet sokszor terveket készít, vagy mi is a munkánkban, amikor terveket készítünk, hányszor van, amikor biztosak vagyunk benne, hogy ez egy sikeres dolog lesz,
mi mindent megtettünk érte, de vajon az a kérdés, hogy figyelembe vesszük-e azt, hogy Istennek mi a terve a gyülekezettel, vagy Istennek mi a terve a mi életünkkel. Nem tudom, hogy ti szoktatok-e így a személyes életetekben rákérdezni, vagy nem tudom, hogy ha most lenne rá idő, és egy kicsit beszélgetnénk, hogyha egyesével mindenkitől megkérdezhetném, hogy elérte-e azt, amit korábban tervezett az életében, hogy úgy alakult-e az élete, ahogy ő elképzelte, ahogy kérte Istentől. Az lett-e a férje, a felesége, az lett-e a háza, vagy ahol lakott, vagy amit földi dolgokat szerettünk volna elérni. Úgy alakult-e az életetek, ahogy szerettétek volna. És ahogy az igébe is olvassuk azt, hogy ha bármi történik az életünkben, vizen megyünk át, még erről is beszéltünk, vagy tűzön megyünk át, bármi történik, hogyha Istennek az útján vagyunk, akkor semmi rossz nem történhet velünk. Na de ezt nagyon jó elmondani, nagyon szépen hangzik. De el tudjuk-e így fogadni? Mert azért valljuk be őszintén, hogy jaj, de nem egyszerű elfogadni sokszor az Isten döntését. Nem tudom, mit gondoltok róla, hogy szerintetek Isten örül annak, hogyha nektek van tervetek, vagy van vágyatok? Igen. Hogyha van álmotok? Ugye, hogy örül? Biztos vagyok benne, hogy örül neki Isten. 100%-ig biztos vagyok. Még abban is, hogyha földi álmaink vannak. Hogyha egy fiatal például el szeretne valamit érni, akár szép dolgot, akár olyan földi dolgot, hogy szeretne egy szép házat, egy férjet magának, egy feleséget, és olyan szép életet. Isten ezt támogatja, ezt a tervet neki. Ez nem probléma, hogyha földi dolgokra vágyunk. Nagyon sokszor a pénz olyan kérdéses, mert azt gondoljuk, hogy a pénz az nem Istentől van, de igen, az is Istentől van. Vagy hogyha van egy nagymama, aki azt szeretné, hogy az unokája sok mindent elérjen, hogyha jó állása legyen. Ezek a tervek mind Istentől lehetnek. Ő nem bánja, hogy nekünk vannak álmaink. Én szomorú lennék, hogyha az lenne, hogy Isten nem engedné azt, hogy álmodjunk az életünkben. De az a kérdés, hogy ezeket az álmokat minden áron el akarjuk elérni. Vagy csak azon az áron, hogyha azt mondjuk, hogy megyünk egy úton, és van, amikor azon az úton a Jóisten beleszól egyszer-egyszer, és azt mondja, hogy most mégse erre szeretném, hanem arra menjél, és hogy megengedjük ezt, hogy ő irányítson. Vagy az, hogy nekünk van egy tervünk, hogy megyünk előre, és azt szeretnénk, hogy Isten jöjjön velünk ezen az úton. Vagy azt szeretnénk, hogy megyünk egy úton, és hogy Isten vigyen magával bennünket arra felé, amire ő szeretne. Az egész életünk itt a Földön, a személyes életünk, meg ennek a gyülekezetnek is az élete egy nagy utazás. És nem az a lényeg, hogy mi vigyük Istent magunkkal, hanem az a lényeg, hogy Istent vigyük magunkkal az úton, illetve ne mi vigyük magunkkal Istent, hanem mi menjünk Istennel az útján. Biztos vagyok benne, hogy akkor, amikor az Isten útján akarunk járni, akkor nagyon sokszor van, amikor az álmainkat akarjuk elérni, mint ahogy ennek a fiatalembernek is voltak álmai, sokszor Istent hívjuk segítségre, ugye az imádságban. És biztos vagyok benne, hogy ti is sokszor úgy elbizonytalanodtok, én legalábbis sokszor elbizonytalanodom, hogy vajon mi az, amiért lehet imádkozni? Bármiért lehet imádkozni? Vagy csak azokért úgy gondoljuk, hogy ilyen szent dolgokért, hogy az üdvösségért, vagy ilyenekért, és földi dolgokért nem szabad imádkozni. Hogy értsük azt, hogy amit csak kértek az én nevemben, megadja néktek a ti mennyei atyátok. Például kérjük sokszor az életünkben azt, hogy gyógyuljon meg valaki, aki nagyon-nagyon beteg, és nem gyógyul meg. Vagy hányszor van az, hogy szeretünk valakit, meg akarjuk kapni, nem kapjuk meg. Hányszor van az, hogy szeretnénk elérni egy munkát, megkapni, és nem kapjuk meg. Mit gondoltok, hogy milyen dolgokért lehet imádkozni? Sok mindenért. Sok mindenért. Így van. Nagyon okosakat mondasz. Így van. Nagyon jól tudod. Sok mindenért lehet imádkozni. Földi dolgokért is lehet imádkozni. Pál apostol is azt írja a római beliekhez írott levelében, mert hogy sajnos az imádság az egy óriási erő, de nem tudunk mindig jól élni vele. Nem tudunk mindig jól imádkozni. Azt írja, hogy azt, ahogy kérnünk kell, úgy, ahogy kérnünk kellene, nem tudjuk. Még Pál apostol is ezt mondja.
És kedves testvérek, ti nem vagytok vele sokszor úgy, hogy egyszerűen nem tudjuk azt, hogy hogyan kellene imádkozni. Nem tudjuk azt, hogy hogy lenne jó, hogy Istennek az akaratával ez megegyezik. Egyszerűen nem tudjuk. És főleg még az a jobbik eset, amikor valaki nem tudja, és bizonytalan, és Istenre akar erőt kérni, Istentől akar erőt kérni, mint az, hogyha valaki annyira magabiztos az imádkozásban. Az igazán imádkozó ember az érzi azt, hogy nem tudjuk úgy, ahogy, mint Pál apostol is mondja, hogy sem azt nem tudja, hogy hogyan, sem azt nem tudja, hogy mit kellene kérni. És legyünk őszinték, tudom, hogy mi adventisták nagyon szépen tudunk imádkozni. Saját szavainkkal is, és úgy gondoljuk, hogy... És ez egy jó dolog, nem akarok rosszat mondani róla. De hogyha helyettetek nem tudom elmondani, a saját magamat tudom elmondani, hogy hányszor van az, hogy már rögtön az imádság elején körülbelül elkezdünk imádkozni, és olyan buzgók vagyunk, és azt gondoljuk, hogy most annyira oda szeretnénk koncentrálni rá, de körülbelül már a 5.-6. másodpercnél már rögtön valami, voltatok már így, vagy ez csak nálam van, így lehet, hogy csak nálam van, rögtön a külső dolgok eszünkbe jutnak, hogy mit felejtettünk a konyhában, mit nem adtam oda a fiamnak, és hogy mit szeretnék még elmondani valakinek. És annyira kétségbe vagyok este, hogy annyira szeretnék meg a Jóistenet. Tényleg az imádságunk az annyira. Azért van mellettünk Isten. Így van. És ez is olyan jó, hogy elhangzott a szombatiskolában ez is, hogy a Szentlélek az, aki ott van és aki segít. Nagyon sokszor azt mondjuk, hogy szomorúak vagyunk, amikor Krisztus imádkozott a Getsemáni kertben, és a tanítványok nem tudtak egy óráig vele imádkozni, és akkor úgy elnye-belnye azt gondoljuk a tanítványokra, pedig hát, kedves testvérek, egy óra azért az nagyon hosszú idő. Szóval főleg a mai világban, amikor már a technika úgy uralja a fejünket, és állandóan pörög minden, akkor már nem annyira tudunk odafigyelni. Egyszer valaki elmondta, hogy a férjének rettenetes fájdalmai vannak, és nem tudom, hogy mit kérjek Istentől. Azt kérjem, hogy meghalljon, és vagy azt, hogy tartsa életben. Nem tudom, hogy mit kérjek. És hányszor vagyunk mi is az életünkben ilyen helyzetben. Ismerjük azt is, amikor tele vagyunk ellentétes gondolatokkal, és nem tudjuk, hogy mit kellene kérni, mi lenne jó az életünkben, mint amiről beszéltünk az elején az Isten útjára, hogy ne az, hogy a mi akaratunk teljesüljön, hanem az Istennek az akarata. Pál apostol is azt írja, hogy szorongattatom a kettő között. Kívánban elköltözni, mert az sokkal jobb, de egy testben maradni, ti érettetek, az szükséges. Még Pál apostolnak is olyan sok bizonytalansága volt. Tiszta és világos dolog az, hogyha kérünk valamit az Isten akarata szerint, akkor azt megadja nekünk. De az a kérdés, hogy mi Istennek az akarata. Mert mi sokszor az életünkben olyan borzalmasan tanácstalanok tudunk lenni. Nem voltatok még tanácstalanok, hogy vajon jó-e az, amit kérünk Istentől? Minden döntéshelyzetben olyan jó lenne az, amikor tudnánk azt, hogy mi az Isten akarata az életünkben. Mert Isten nem azt akarja, hogy mi vigyük őt magunkkal, illetve azt akarja, hogy mi vigyük őt magunkkal, hanem hogy ő vigyen bennünket az ő útján. Nagyon sokszor kérünk sajnos olyan dolgokat is, ami nem jó vagy nekünk, vagy a környezetünknek, de az a fontos, hogy engedjük azt, hogy Isten irányítson bennünket. És a Szilasi testvér mondott egy nagyon jó történetet, hogy igazából mi, nem is egy hozzászólást a szombatiskolából, hogy igazából mi önmagunktól semmit nem tudunk úgy megtenni. Egyedül csak az isteni erő, illetve a Szentlélek az, ami tud a mi erőtlenségünkben vagy tanástalanságunkban ott lenni. És biztos vagyok benne, hogy ha most megkérdezem a Szentléleknek az erejét, akkor el tudjuk mondani azokat a dolgokat, amit megtanultunk a Szentlélekről. De nem vagytok ti úgy vele, hogy azért ez a Szent Háromság kérdés, ez a mi emberi elménket azért úgy egy kicsit meghaladja, nem? El tudjuk mondani, hogy miket tanulunk róla, de azért úgy igazából elképzelni, hogy hogy működik ez a három, egy személy és három Szentlélek. Erről egy nagyon-nagyon jó példát olvastam, és nekem segített a megértésben, mégpedig a Szentléleknek a munkájáról és az erejéről az életünkben. Volt egy református prédikátor, Jó Sándornak hívták,
aki elmesélte azt, hogy ő is olyan bizonytalan volt sokszor ennek a Szentléleknek a megértésében, és egyszer nagyon-nagyon beteg lett. Annyira beteg lett, hogy már hetek óta kórházban volt, és nem találták a betegségének az okát. És annyira legyengült már, hogy egyszerűen már az orvosok is kétségbe voltak este, hogy már talán nem sokáig élt. Tehát tényleg már enni is alig bírt, már csak úgy etették, már nem bírta a kezét felemelni, semmi, nagyon beteg volt, lefogyott, rettenetesen nézett ki. És volt a gyülekezetéből egy nagyon jó barátja, egy presbiter, aki az egyik nap elment őt meglátogatni a kórházban, és akkor mondta a presbiter barátja, hogy hát lelkész testvérem, nem tudunk más tenni, mint hogy tegyük össze a kezünket, és imádkozzunk az Úrhoz. És azt mondta neki jó Sándor, hogy ne haragudj, de nekem már arra sincsen erőm, hogy imádkozzak. Már semmi erőm nincsen. És ekkor olyan szép, ahogy leírja, hogy ez a presbiter barátja, aki egyébként egy nagyon magas ember volt, ilyen nagy keze volt, a kezébe vette az ő gyenge, beteg kis csontsoványra fogott kezét. A kezébe vette, és elkezdett imádkozni. És azt írja le jó Sándor, hogy ekkor értette meg egy kicsit igazán azt, hogy mi a Szentléleknek az ereje. Hogy a mi életünkben is a mi gyengességünket, a mi erőtlenségünket, azt, amikor még azt se tudjuk, hogy mit kell kérni, azt, amikor már rögtön az imádságnak az erején régen másra gondolunk, és nem az Istenre gondolunk, akkor a Szentlélek ott van, és körülfogja az ő erejével. És ez nekem annyira megértettem itt ennél, és ez olyan sok erőt adott, például van két fiam, akikért állandóan aggódom, mert pont olyan korban vannak most ilyen 20 és 22 éves fiúk. És tudjátok, hogy van ez, folyamatosan aggódunk értük, hogy vajon milyen döntéseket hoznak, és természetesen semmiben nem engedik, hogy segítsünk nekik, csak a maguk fejük útján mennek, és olyan sokszor imádkozom Istenhez, és a múltkor volt a Székely Bertalan utcában egy női konferencia, és ezt valahogy soha nem felejtem el, mindig megmaradt bennem. Azt mondta az előadó, neki is két fia volt, és hát voltak nehézségei, és azt mondta, hogy valahol azt olvasta, hogy amikor az anyák a fiaikért imádkoznak, akkor a Szentlélek körülöleli őket, és nem engedi, hogy olyan döntéseket hozzanak, ami rossz lenne az életükben. Hát ebben bízom a saját életemben is, hogy ott van a gyerekeim körül, a családunk körül, hogy ott van e körül, a gyülekezet körül, hogy amikor nem tudjuk, hogy mit kell kérni, amikor nem tudjuk, hogy hogyan kell kérni a saját életünkbe, vagy a gyülekezet életébe, akkor ez a Szentlélek a mi erőtlenségünket így fogja körbe. Én kértem most, hogy a gyülekezettől, hogy az igehirdetés előtt ezt az éneket énekeljük, hogy jöjj el, Szentlélek Úristen. Nem csak azért, mert egyébként nagyon szeretem, de higgyétek el azért is, mert amikor kiállok a szószékre és igét hirdetek, akkor rettenetesen nagy felelősségnek érzem, és én nagyon izgulok mindig. Mert ez szerintem olyan óriási dolog, hogy az ember Isten igéjéről beszél egy-egy gyülekezetnek. Úgyhogy ha valamikor azt gondolom, hogy ige hirdetőnek mindenképpen szükség van, és nagyon köszönöm, hogy az imádságban is ezért imádkoztál, de azt gondolom, hogy nem csak nekem van szükségem a Szentléleknek a segítségére, hanem nektek ugyanúgy. Abban, hogyha felállunk innen és elmegyünk haza, akkor ne úgy menjünk haza, mint ahogy ide jöttünk, hanem hogy engedjük azt, hogy az Isten változásokat hozzon benne. Tehát a Szentléleknek az ereje, hogy megerősítsen, hogy körülfogjon, hogy az imádságunkat, az akaratunkat, az elképzelésünket erősítse, az kell, hogy ott legyen mindig az életünkben. Nagyon sokszor tusakodunk az Istennel. Nagyon sokszor az életünk során. Rengeteget. Rengetegszer szeretnénk másképp, mint ahogy ő visz bennünket az útján. De minden úton, a keresztény életünknek minden útján az egyik legfontosabb dolog az, hogy megbékéljünk az Isten akaratával. Úgy, mint ahogy ebben a történetben is, amit meséltem, hogy az Istennek az útját nem tudjuk, hogy miért tesz más valamit az életünkben, miért teszi másképpen az életünkben, de a megbékélés az nagyon-nagyon fontos. Egy nagyon kedves történetet hallottam a múlt nyáron, amikor Valenciában voltam a fiatalokkal egy nyári konferencián. Volt egy lelkész, aki nekem nagyon mély benyomást tett rám, az egyik előadó volt. Elmesélte, hogy a gyülekezetében egyébként egy nagyon élő gyülekezet, egy ilyen fiatalok is vannak, idősek és mindenki,
gyülekezetükben nagyon sokat dolgoznak, és volt egy nehéz helyzet akkor, amikor volt egy fiatal pár, akik szerettek volna összeházasodni, és az a lelkész készítette fel őket. És biztos ti is ismeritek azt, hogy az adventistáknál azért néha vannak konfliktus helyzetek, mert másképp gondoljuk, az egyik ember így gondolja, hogy ezeket a dolgokat szabad, a másik úgy gondolja, hogy ezeket nem szabad, és ez folyamatosan valami ütközést eredményez. A lényeg az, hogy már felkészítette a fiatal párt az esküvőre, nagyon szépen szerették egymást, minden nagyon szépen ment, de volt egy dolog, ami beárnyékolt ezt a felkészülést és ezt a nagy örömet. A mennyasszony azt mondta, hogy ő mindenképpen szeretne az esküvőjén táncolni. Tudjátok, hogy ez a tánc kérdés, ez nálunk olyan necces dolog, igen. De a vőlegénynek a... De most nem erről szeretnék beszélni, hogy helyes vagy nem helyes, most nem ez a lényeges benne. A vőlegénynek az édesapja viszont azt mondta, hogy ha tánc lesz, ő biztos, hogy nem megy el az esküvőre. És azt mondja a lelkész, hogy annyira nehéz volt így ezt a jegyes oktatást, meg a felkészítést tartani, hogy egyrészt ott volt az öröm, másrészt meg ott volt, ami beárnyékolt ezt az egész örömöt, és hát természetesen megvolt az esküvő, szépen sikerült, jó volt, mindenki jól érezte magát, de hát azért volt egy kis szomorúság benne, hogy a fiúnak az édesapja nem jött el az esküvőre, és egyszer este, amikor már vége volt a vacsorának, és azt következett, hogy megszólalt a zene, akkor kinyílt az ajtó, és bejött az édesapa, oda ment a menyéhez, átölelte és elkezdett vele táncolni. Nos, ez a kis történet egy kicsit csak azt mutatja, hogy a megbékélés az mennyire fontos. Nem csak itt egymás között, mert nem olyan egyszerű nekünk itt együtt lenni a gyülekezetben, én tudom, hogy nem olyan egyszerű, mert annyira másak vagyunk. De milyen nagyon fontos az a megbékélés Istennel is. Hogy bármikor, amikor más úton akar bennünket vinni, mint amit mi elképzelünk, akkor elfogadjuk az ő akaratát. Minden úton, minden megbékélésnél, minden úton, minden útkeresésnél a legfontosabb dolog az, hogy megbékéljünk az Istennel. Az életünknek, a gyülekezet életének és a személyes életünknek is minden egyes története, minden egyes mozzanata, minden egyes nap az annyira fontos, hogy megváltoztathatja az életünket. És hát, hogyha visszagondolunk az életünkre, akkor olyan sokszor látjuk azt, hogy sokszor hoztunk jó döntéseket. De olyan sokszor van, amikor rosszakat hozunk. És az igazság az, hogy minden döntés, hogyha jót hozunk, vagy ha rosszat, rossz döntést is hozunk Istennél, minden döntésünk nagyon-nagyon fontos. Csak az a legfontosabb válasz erre, hogy Istennek milyen válaszokat tudunk adni. Úgyhogy ezek a rossz lépések esetleg, vagy a jó lépések tudnak-e változtatni az életünkön, és tudnak-e utána tovább vinni, és tovább vezetni az életünkben. Hogyha arra gondolok, hogy mit szerettünk volna az életben elérni, akkor nagyon érdekes dolgok sülhetnének ki. Hogyha elmesélhetnénk, hogy ki mit szeretett volna elérni, akkor biztos nagyon érdekes. Majd lehet, hogy ebédszünetben el is tudjátok mesélni, hogy ki mit szeretett volna. Kinek milyen álma volt, hogy most még vannak-e álmaink, mert az idős embereknek is lehetnek álmaik, terveik, nem csak a fiataloknak. Lehet kérdés az, hogy valaki elérte azt, amit szeretett volna, vagy nem érte el, vagy úgy érte el, ahogy nagyon vágyott rá, vagy teljesen másképp történt az életében. De hogyha a gyülekezet életét nézzük, akkor nem tudom, hogy milyen terveitek voltak, és hogy miket tudtatok eddig elérni. Sikerült-e jó kapcsolatot kialakítani itt a városban más emberekkel? Biztos voltak missziós tervek, amiket készítettetek. Sok dolgot tudtatok elérni, vagy csak egy kicsit, és még többet szeretnétek. És hogy kíváncsi lennék rá, hogyha megkérdezném azt, hogy ennek a gyülekezetnek, nem mint egyénileg, hanem mint ennek a gyülekezetnek itt, Újfehértón, mi az álma és mi a terve, akkor kíváncsi lennék rá, hogy mit válaszolnátok. De gondolom, hogy az egyformán mindenkinek fontos, hogy minél több embert bevonzunk ide a gyülekezetbe. Amikor
a Reménység médiáról beszélek, akkor a munkámhoz hozzátartozik egyrészt a Reménység média, tehát a TV műsorok készítése, a rádió műsorok készítése, internetes közvetítések, meg ilyen technikai dolgok is, de ugyanakkor még ide tartozik az én munkámhoz a Biblia levelező iskola. Nem tudom, hogy hallottatok-e róla, vagy hogy korábban volt esetleg, hogy bármikor bekapcsolódtatok ebbe a munkába, lehet, hogy régebben igen, de akkor most remélem, hogy délután újabb kedvet kaptok hozzá, hogy megint érdemes kipróbálni a Biblia levelező iskolát. Van egy nagyon szomorú történet, amit a munkám során már elmeséltem többször is. Természetesen nagyon sok öröm van a Biblia levelező iskolában, de történt egyszer, hogy biztosan ti is hallottátok már, hogy minden nyáron azok, akik évközben a levelező iskolában tanulnak, már 12 éve minden nyáron szervezünk egy tábort a Balaton lellén az adventista üdülőben, ahová meghívjuk a levelezőket, és hát először én azt hiszem, hogy ilyen 30-an jöttek el, de most már az utóbbi időben volt, amikor 130-an is voltak. Szóval nagyon sokan, és egy egészen különleges dolog az, amikor emberekkel levelezek, ahol személyes kérdéseket is feltehetnek, egészen személyes és intim dolgokról is mernek kérdezni. Nyilván sokkal könnyebben mernek kérdezni, úgyhogy igazából nem ismernek engem, csak így a levelezésben az a jó, hogy egy kicsit nyitottabbak vagy bátrabbak. És akkor, amikor valakivel így mondjuk már egy éve levelezek, és sok mindent tudok róla, a családjáról, a férjéről, a problémáiról, akkor nagyon furcsa, amikor ugye a táborban utána összetalálkozunk. Volt már olyan is, hogy valaki jött oda elnézést kérni, hogy hát olyan dolgokat leírt nekem, hogy bocsánat, meg nem tudom. Szóval az a lényeg, hogy ezt a tábort nagyon-nagyon szeretik. Igaz, hogy az is hozzátartozik, hogy van néhány adventista munkatársam, akikkel igyekszünk úgy kialakítani ezt a hetet a táborban, hogy valóban minden arról szól, hogy úgy érezzék magukat, hogy egy igazi jó közösségben vannak. És tényleg a hallgatók nagyon-nagyon szeretik ezt a tábort. Volt egyszer az egyik városból, nem mondom, hogy melyik városból, egy kisvárosból, hogy egy hölgy már régóta elvégzett több tanfolyamot is, mert több tanfolyam is van a levelező iskolában, és akkor jelentkezett ebbe a táborba. Eljött, és olyan nagyon jól érezte magát, hogy hazament, azt mondta, hogy ezt tovább szeretné adni. Barátait, szomszédait, munkatársait beíratta, legalább olyan 13-an beiratkoztak a környezetéből. És aztán nem csak elvégezték, azt nagyon szerették, hanem utána, amikor következett a következő tábor, akkor eljöttek Balatonrellére, és ők is nagyon jól érezték magukat. Nagyon érdekes egyébként van, amikor valaki úgy jön el, hogy életében először nyit ki egy Bibliát. Vannak olyanok, akik még soha életükben, mert nem csak a hallgatók jönnek el, hanem a családtagok is. Sőt, van olyan is, amikor valaki azt mondja, hogy a feleségemet is elhoznám, de őt ez a dolog nem érdekli, nem probléma, hogyha ő nem jön be az előadásra. Hát természetesen persze, őt is biztos megérinti akkor az a szeretett közösség, vagy egy éneklés, vagy valami. Aztán az a tapasztalat, hogy a végére majdnem mindenki bejön azért az előadásra is, mert annyira érzik, hogy szeretnének oda tartozni a közösségbe. De a lényeg, amit elkezdtem, hogy eljöttek többen is a táborba, és a Biblia levelező iskolának a menete az, ezt majd délután elmondom, hogy ha valaki elvégzi, akkor igyekszem úgy alakítani, hogy megengedje az illető, hogy személyesen vigye ki a lelkész vagy a gyülekezetből valaki az emléklapot, mert nyilván a Biblia levelező iskolából senki nem fog megtérni, csak hogyha egy közösségbe kerül, és akkor úgy tudnak segíteni neki. Az csak egy úton elindít a levelező iskola. És akkor hát elérkezett az az idő, amikor mondtam ennek a hölgynek, hogy az emléklapot azt majd a lelkész fogja kivinni neki személyesen, hogy megismerkedjenek és kapcsolatba kerüljenek. És amikor felhívtam a lelkészt, mondtam neki, hogy annyira örülök neki, többen is vannak a városból, akik remélem, hogy be tudnak kapcsolni a gyülekezetbe. És azt mondta nekem a lelkész, hogy ne haragudj, de ez nem az a gyülekezet, ahová az emberek szívesen bejönnek a városból. Hát annyira ledöbbentem rajta, hogy nem is akartam elhinni. De aztán utána eszembe jutott, hogy korábban már a férjemmel én is voltam olyan gyülekezetben, hogy azt mondtuk, hogy itt csak akkor fog történni valami, hogyha itt majd mindenki kihal a gyülekezetből, és majd valami újat építenek, mert voltak testvérek, akik úgy utálták egymást, hogy zengett a falu, amikor beszélgettek egymással. Tehát azért vannak ilyen, ez nem erről a gyülekezetről beszélek biztos.
Szóval az a lényeg, hogy azt mondta a lelkész, ez nem az a gyülekezet, ahová szívesen. Hát ezt nem tudtam elképzelni, mondom, ilyet még nem is hallottam így, de... Az a lényeg, hogy kivitte az emléklapot, nyilván meghívta a gyülekezetbe, ráadásul ez egy olyan helyen van, ahol nagyon-nagyon szép imaházunk van, nagyon szép, méltó és szép hely. És az a lényeg, hogy elmentek a gyülekezetbe, legalábbis ez a hölgy biztos, hogy elment, most pontosan nem tudom, hogy a többiek közül hányan, elmentek a gyülekezetbe, és innentől kezdve soha nem folytatták a levelezőiskolát, és soha nem jöttek el egyetlen egy táborba se. Azóta is a hölgy szokott nekem Facebookon is írogatni, mondja, hogy hogy örül neki, a fiaim megnőttek, és nagyon tartjuk vele a kapcsolatot, de azóta a táborba se jönnek el, amióta a gyülekezetben jártak. És ez a tábor milyen megyében van? Ez Somogy megyében van, a tábor. A gyülekezet az nem ott van, az sokkal messzebb van tőle. De nem ezzel szeretném befejezni. Mondtam, hogy nagyon sok szép történet van, de arról beszélünk, hogy mi lehet egy gyülekezetnek a legnagyobb álma, amiről egészen biztos lehetünk benne, hogy az Istennek az akarata is. Hát nem ez, az biztos. Nem ez, az biztos, hogyha valaki beteszi ide a lábát, akkor utána soha többet még az egyháznak a környékére se menjen. Hogy egy szép történettel fejezzem be, ugyanez a lelkész, akit meséltem tavaly, elmesélte, hogy az ő gyülekezetébe történt, környezetében történt meg az, hogy volt egy fiatal hölgy, aki hazament, és dudált a férjének, hogy jöjjön ki és segítsen neki, mert bevásárolt, segítsen neki bevinni a cuccokat a házba. A férje kijött, agyba főbe verte a feleségét, és beráncigálta a lakásba, mert hogy épp a meccset nézte, és megzavarta a meccsnézés közben a felesége, hogy segítséget mert tőle kérni. Nagyon nagy fájdalmai voltak, és úgy emlékezett vissza ez a hölgy utána, hogy amikor éjszaka ott sírt, akkor olyan volt, mintha egy angyal jelent volna meg, a kislánya megállt az ágya mellett, és azt mondta neki, hogy anya, nekünk innen el kell mennünk. És még akkor rögtön éjszaka összepakoltak néhány kis cuccot éppen, ami legfontosabb volt, beültek az autóba, és elmentek. Ott hagyták ezt a otromba férjét. Nem tudom, hogy férje volt-e, vagy csak élettársa. Az a lényeg, hogy pénzük nem nagyon volt, és amikor reggel felé a kocsiba aludtak, felébredtek, épp elmentek ezelőtt a gyülekezet előtt, benéztek, és látták, hogy közös ebéd van az udvaron. Mondta az anyuka a kislányának, hogy hát menjünk be, legalább hátra kapunk itt valami kis ennivalót, és akkor azzal az erővel már kicsit tovább tudunk menni. Aztán majd valahogy alakul az életük, természetesen annyira tanástalan volt, azt se tudta, hogy mi lesz tovább az életével. Bementek a gyülekezetbe, és nem csak ebédet kaptak, hanem ez a gyülekezet befogadta őket, és reményt, meg álmot adott nekik. Nem várták el, hogy csatlakozzon az édesanyja gyülekezethez. Éveken keresztül ennek a fiatal hölgynek az volt a nagy álma, hogy tanulhasson, mert nem tudott jó munkahelyen elhelyezkedni, mert soha nem tudott tanulni. És ezt szerette volna, hogy majd a kislánya is jobb lehetőségekkel induljon az életbe. És ez a gyülekezet segített neki. Volt, amikor a kislányára vigyáztak, volt, amikor ebédet adtak nekik, és támogatták mindenben, nem csak anyagilag, hanem erkölcsileg is mellette álltak, hogy el tudjon végezni egy iskolát, és utána egy jó munkahelyet találjon. Évek teltek el. Ez nem egy rövid idő, amikor tudjátok, olyan türelmetlenek vagyunk, hogy már hány leckét leadtunk, és még mindig nem tért meg senki. Évek teltek el. Semmit nem erőltettek ennek a hölgynek, és egy pár év múlva már azt mondta ez a hölgy, hogy most már szeretnék hozzátok tartozni. Elkezdte a keresztségi leckéket tanulni, ez a lelkész elkezdte felkészíteni, és mesélte, hogy egyszer, amikor már arra a részre ért, hogy a mennyországot bemutassa, hogy majd milyen jó lesz, amikor a feltámadás után Krisztus egy olyan helyre visz minket, ami csodálatos, ami gyönyörű, ott tudjátok, a szokásos ilyen aranyból vannak az utak, és hogy majd minden olyan csodálatos lesz, nem lesz semmiben hiányunk, és csak azt látta, hogy ez a hölgynek potyognak a könnyei, és nem tud megszólalni. És azt mondja a lelkész, hogy egy kicsit már olyan pipa is volt, és mondta neki, hogy ne haragudj, de akkor, amikor ilyen szép dolgokról, meg ilyen jó dolgokról beszélek, akkor te miért sírsz? És amikor meg tudott szólalni, akkor csak azt mondta neki, hogy ti nem tudjátok azt, hogy én honnan jöttem, hogy nekem most itt közöttetek, ez már ugyanilyen, mint hogyha a mennyországban lennék. Kedves testvérek, mi lehet egy gyülekezetnek a legnagyobb álma?
itt Újfehértón is. Szerintem ennél nagyobb nem lehet. Nem az, ami a bélis hallgatóknál, hogyha valaki beteszi a lábát, akkor többet adventisták közelébe sem megy. Hanem ez, hogy nem kell a mennyországról beszélnünk, mert amikor itt van közöttünk, akkor azt mondja, hogy ez az a sziget. Erre vágytam egész életemben, ez hiányzott. És hogyha valaki idejön és bejön, akkor azt mondja, most megtaláltam azt, ami hiányzott. Nem kell elmenni Ikáriára, nem kell elmenni minden csodálatos szigetekre, hanem itt ez, ez a gyülekezet. Ez legyen egy olyan. Testvérek, ez nem könnyű. Én is járok gyülekezetbe, nagyon nem könnyű. Én is tudom, hogy nem könnyű. Mert sokszor úgy vagyunk vele, hogy hú, azért nem egyszerű egymás hülyességeit meg rigójáit elviselni. Ez az igazság. Hát legyünk őszinték. De hogyha arról beszélünk, hogy imádkozni szeretnénk, hogyha mi Isten útján szeretnénk járni, hogyha a Szentlélek segítségét kérjük, akkor viszont nincs más esélyünk, csak ez. Mert a Szentlélek, meg az Isten útja, a Szentléleknek az ereje, ez az egyetlen csak. Hogy itt mi olyan emberek legyünk, hogy ennek a gyülekezetnek olyan légköre legyen, hogyha valaki ide beteszi a lábát, akkor azt érezze, hogy itt van a mennyország. Amen. Tényleg ezt tudom rá csak mondani, hogy segítsen a Jóisten bennünket abban, és erősítsen az ő szent lelkével a gyengeségünket, a nehézségünket így ölelje körül, akkor, amikor nem tudjuk, hogy hogy imádkozzunk, akkor, amikor nem tudjuk, hogy mit tegyünk az életünkben, hogy milyen terveket hozunk, akkor az ő ereje ott legyen velünk, hogy meg tudjuk tenni, és el tudjuk érni azt, hogy az emberek itt, ezen a szigeten érezzék azt, hogy Isten közelségében ez a legtökéletesebb hely. Ezt kívánom ennek a gyülekezetnek is. Amen. Amen. Imádkozzunk most ezért, jó? Mennyei Atyánk, olyan hálásak vagyunk neked a szent lelkedért, hogy most is itt volt velünk, hogy az erőtlenségünket, a gyengeségünket, a figyelmetlenségünket, azt tudja terelni, tudja körülfogni és erősíteni. Mennyei Atyánk, te vagy az egyetlen, aki mindent tudsz rólunk, itt minden egyes gyülekezeti tagról. Tudod azt, hogy amikor hazamegy, akkor mik a kérdései, amikor a családjával van, akkor a munkahelyén van, amikor a faluban vagy a városban van, akkor milyen nehézségei vannak. Te azt is tudod, hogy mindannyiunknak egyesével mik a kísértések, mik a nehézségek, de olyan sok jó tapasztalatunk van az eddig életünkben is, hogy te mindig megerősítesz és segítesz. És most azt kérjük tőled, hogy így fogjon körül a te szent lelked, a mi erőtlenségünket, a mi gyengeségünket, így erősítse meg a gyülekezetet, így erősítse meg a családunkat, így vegye körül a gyerekeinket és a fiatalokat is ebben a gyülekezetben. És így kérünk, áld meg ennek a gyülekezetnek minden tagját, a lelkészét, a gyülekezetvezetőket, a fiatalokat, az idősebbeket, és mindenkit, aki itt a te útadon szeretne járni. És így adjál hozzá erőt, hogyha bármikor más terveink vannak, más útjaink vannak, akkor segítsél, hogy észrevegyük azt, hogy te vissza akarsz terelgetni arra a legjobb útra, ahol se víz, se tűz, semmi nem árthat nekünk, mert akkor vagyunk a legnagyobb biztonságban. Ilyen biztonságot és erőt adjál ennek a gyülekezetnek is, a mai napra is, és az elkövetkező időkre is. Amen. Amen.